Dzsida Jenő egyszerű vers a kegyelemről. Csodákat próbáltam, aranyjal, ezüsttel, hívtam a népeket, jöjjenek én hozzám. Hiába, hiába. Az arany nem kellett, az ezüst nem kellett, nem jöttek én hozzám. Elmondtam naponta 10 hegyi beszédet, gyönyörű szavakat, igéző szavakat. Hiába, hiába. Egy fül sem fülelte, egy szív sem szívelte a hegyi beszédet. Tüzet is akartam rakni az erdőben, nyulacska ne fászék, őzike ne fászék. Hiába, hiába. Gyújtófám kilobbant, és a tűz nem akart gyúlni az erdőben. És egyszer csak maguktól gyűlnek az emberek. Együgyű szavamtól sírásra fakadnak, ránéznem alig kell, s a tűz is felszökken az Úr áll mögöttem. Kedves gyerekek, először nektek szeretnék egy kis történetet elmesélni, és örülnék, hogyha rám néznétek és figyelnétek. Én is nemrég olvastam ezt a történetet, és engem nagyon megfogott a mondani valója, és én úgy gondolom, hogy nem csak nektek van szükség ennek a tanúságára, ennek a történetnek a tanúságára, hanem nekünk bizony felnőtteknek is. Két testvérről szól ez a történet. Ez a két testvér úgy élt egymás mellett, tehát szomszéd területük volt, és egy kis patak választotta el őket egymástól. Mindegyiknek egy nagyobb birtoka volt, és középen folyt egy kis medrű patak, és egyszer csak hát összeveszett ez a két testvér. Valami, nem is tudjuk meg a történetből, hogy min, nagyon megoroltak egymásra, annyira, hogy nem múlt el a haragjuk másnapra, mint ahogy talán sokszor nektek is, vagy nekünk is felnőtteknek, hogy másnapra úgy elillan, elfelejtjük, hogy mérgesek voltunk, haragudtunk a másikra. A kisebbik, a fiatalabbik testvér az kiment, és elkezdett ügyködni ott a patak medrében, és megmélyítette, hogy ne lehessen átjárni. Bizonyára előtte kicsiny volt, sekély volt, hogy át lehetett lábalni rajta, és most nem mert jól ki ásta, hogy mély gödör, meder lett. Aztán telt az idő, és egy mesterember jött az idősebb fiúnak a portájára, nagy csomaggal, nagy bőröndel, és kiderült, hogy ez egy ácsmester volt, és nem egyébért jött, azzal a megbízatással, hogy egy nagy falat, egy nagy kerítést, amilyen zárt kerítés húzzon az idősebb testvérnek a portájára, hogy még át se lehessen látni a fiatalabbhoz. És elutazott, megadta a megbízatást, és elutazott. És legnagyobb megdöbbenésére, amikor hazajött, akkor nem kerítésszerű falat talált ott, hanem egy hidat. Ugye mennyire más dolog, egy fal, ami lezár, vagy egy híd, ami összeköt a másikkal. Azon a medren, amin most már nem lehetett gyalogosan átmenni, azon most egy szép kis, egyszerű kis híd ívelt át, és elindult ezen a hídon, ott a megdöbbenésében, és a fiatalabb testvér elé futott, és egymás nyakába borultak, és megölelték egymást, kibékültek egymással, és kérték a mester embert, hogy maradjon még ott náluk, maradjon egy ideig, és ő elhárította, mert azt mondta, hogy tovább kell mennie, mert máshol is kell még hidakat építsen. Mi tudjuk, hogy mennyire igaz ez, maga az Úr Jézus is azért jött le, hogy a menny és föld között egy hidat építsen, egy összeköttető kapcsot hozzon létre, és most köztünk is, ember és ember között is sokszor ott vannak a szakadékok, vagy gyerek és gyerek között is egy veszekedés, egy félreértés, vagy egy másik meg nem értése nyomán, és sokszor igazi barátságok szakadnak meg így, és az Úr Jézushoz, aki most is
ki tudja építeni ezeket a hidakat, de hát minket is megbízott ezzel a feladattal, ezzel a szolgálattal, hogy mi is békességszerzők legyünk emberi kapcsolatainkban, és kívánom nektek gyerekek is, meg hát magunknak felnőtteknek is, hogy ezt a szolgálatot is híven ellássuk, hogy békességet szerezzünk mi magunk is, a mi kapcsolatainkban és más emberek között is. Most pedig, hogy mivel készültem el ma délelőtti órában, nem annyira teológiai ismeretet szeretnék átadni, hanem úgy gondolom, hogy ez egy gyakorlati dolog, ami az életünket sokszor átszövi, talán meg is keseríti. Én most a csalódásról szeretnék köztetek szólni. És így rögtön az elején pár dolgot csak úgy megemlítenék, hogy mennyire realitása van ennek, milyen sokszor az élet hány-hány területén csalódhatunk emberekben. Ugye csalódunk a hétköznapokban, a pénztárosban, mert nem úgy ad vissza, ahogy kellett volna, nem becsületesen becsap minket pár forinttal. Csalódunk a politikusokban, mert nem azt ígérték, ami aztán utána, amit itt tettek és amit mondtak. Csalódhatunk barátban, akiben meghittünk, akinek megnyitottuk a belső lelki világunkat, és elmondtunk neki olyan dolgokat, amit másnak talán nem, és most talán visszahalljuk máshonnan, más valakitől és máshogyan, és ez mély csalódás sebet ejthet a lelkünkben. Csalódhatunk házastársban, és azt mondhatjuk mai szóval, hogy hát én nem ilyen lovat akartam, én nem erre számítottam. Tehát az életnek meg annyi területét átszövi, átszőheti a csalódásunk. Az a belső lelki fájdalom, ami ezzel együtt jár. És ha ma ilyen elszomorító és csalódásokkal teljes az élet, akkor milyen idők és események előtt állunk? Ellen White azt írja, hogy minden, tehát hogy olyan idők, események előtt állunk, hogy minden meg fog rázatni, ami megrázható, megmozdítatni, ami mozdítható. Tehát ha tényleg ilyen események előtt élünk, akkor nem mindegy, hogy hogyan és miben erősödünk meg. Hogyan éljük meg akkor a mát, és hogyan tekintsünk a jövő felé? Legyünk folytonosan bizalmatlanok. Sok ember van úgy, hogy annyit csalódott már az életben, annyi pofont kapott, úgymond, hogy teljesen bezárkózik az ő kis belső burokjába, nem nagyon ápol emberi kapcsolatokat, és akikkel nagyon közeli, vagy nagyon-nagyon muszáj, azokkal szemben is nagyon-nagyon zárkózott és fenntartásokkal, bizalmatlansággal van tele. De ha ezt tesszük mi keresztények, ha úgymond védelmi burkot építünk ki magunk körül, hogy ne fájjanak a csalódások, ezért inkább távolságtartó módon viselkedünk, élünk, akkor feltehető az a kérdés, hogy hogyan tudjuk teljesíteni a mi küldetésünket és a mi szolgálatunkat. Ugye, ha csak egy-két példát hozzunk fel erre, hogy mi a mi feladatunk, hogy világvilágossága legyünk, vagy a másik példa, ami még jobban visszaadja a mi szolgálatunknak a miben létét, hogy sokká kell váljunk. Sokan vannak itt háziasszonyok, hogy a só nem ér sokat, hogyha a spájzban ott van pár kiló, vagy a polcunkban, csak éppen kihagytuk az ételből. A sónak csak akkor van értéke, értelme, ha belevegyült az ételbe, ha ízesítette, vagy azt az éppen télire eltett valamit tartósította. Tehát Ellen White azt írja, hogy nekünk is bele kell vegyülnünk a világ ínségének barázdájába. Tehát ínséges az a közeg, ami körülvesz bennünket, az emberek egyre inkább elzárkoznak, egyre inkább kihal a szeretet, és nekünk ez a küldetésünk, hogy nekünk igenis bele kell vegyülnünk mások életébe,
Így kell képviselnünk azt a szeretetet, amit mi kaptunk az Istentől, és ezt csak így tudjuk továbbadni. Tehát ha az emberek csak szószékről fogják azt hallani, vagy egy előadáson keresztül, és lehet, hogy az egy nagyon szépen felépített dolog lesz, előadás, és azt tudjuk mondani, hogy itt minden a helyén volt, az ígék is szépen egymást magyarázva jöttek egymás után. De az élet hétköznapjában, gyakorlatában nem ezt érzik az emberek rajtunk keresztül, nem ezt sugározzuk, akkor nem lesz vonzó ereje annak az üzenetnek, amit mi képviselünk. Sok-sok kérdés, de mielőtt elbagatelizálnánk, és azt mondanánk, hogy hát nem olyan nagy dolog csalódni. Kiheveri azt az ember előbb-utóbb. Ha olyan nagyon csalódtunk, akkor nem éri meg azt az emberi kapcsolatot újra kovácsolni, újra felépíteni azt a hidat a másik ember és köztem. Viszont ha meg nem olyan nagy a csalódás, akkor meg hát elfelejtjük. Azért a Szentírásban noha nem találjuk nagyon ezt a szót sok helyen, hogy csalódás, de azt a szót megtaláljuk, hogy megütközés és megbotránkozás. És én úgy gondolom, hogy ez a csalódásnak egy erősebb válfaja. És nem tudjuk, hogy ki mikor kerül ilyen helyzetbe, hogy már annyira csalódik a másik emberben. Már annyira fáj a másik embernek a magatartása, hogy megütközik és megbotránkozik. És ezzel kapcsolatban pedig nagyon kemény szavakat, kifejezéseket találhatunk a Szentírásban, hogy jaj, annak, aki botránkoztat. Tehát aki talán más embert eltérít az élet útjáról is, az ő magatartásával és életvitelével. Mielőtt szépen sorjában végigtekintenénk, hogy az élet milyen területein csalódhatunk, előtte nézzük meg ennek a szónak a szótövét, csalódás. Ugye csal. Mikor következett be az első csalás? Ugye nyilvánvaló, hogy a Szentírásnak az első lapjain már ott találjuk a nagy csalónak a munkáját, hogy hogyan végezte el ezt az első emberpárnak a becsapását az Éden kertjében. És itt nem is szeretnék leragadni, itt csak egyetlen egy gondolatot mondanák ezzel kapcsolatban, hogy Ádámnak és Évának meg volt adva az a hely, ahol a kísértő megközelíthette őket. Minden más helyen védelem és oltalom alatt voltak. Az Isten figyelmeztette őket, hogy ne menjetek a jó és gonosz tudásának a fájához, mert az ellenség ott fog megközelíteni titeket. Mi azt mondhatjuk, hogy a bűneset óta élő emberek már sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, mert az élet minden területén ki vagyunk téve Sátán támadásainak. Nem mondhatjuk azt, hogy hát én védelem és oltalom alatt vagyok. Figyeljük meg, hogyha valamire nagyon figyelünk, és nagyon vigyázni akarunk, hogy most ne csattanjak föl, ne legyek ingerült, amikor a másik ember szól, akár családtagom, vagy ha tudjuk, hogy van egy olyan helyzet, amiben mi ki vagyunk téve az ellenség támadásának, akkor valószínűleg máshonnan fog megközelíteni, hátból fog támadni az ellenség, és el fog ejteni. Ez csak egy picin kitérő lett volna. Itt most azt a kérdést tenném fel, hogy miért csalódunk a másikban, és mikor csalódunk a másikban. A Szentírásban találunk egy elég kemény kifejezést, hogy ne higgy az öledben ülőnek sem. Tehát a legközvetlenebb emberre se építsd úgy az életedet rá, hogy meghiggy benne. Itt én nem a bizalmatlanság légkörét szeretném elhinteni köztetek. Remélem, hogy nem értitek félre azt, amit szeretnék kifejezni. Csupán azt, hogy mi soha ne építsük úgy rá a másik emberre, akár a közvetlen közelünkben élő emberekre se, ami életünket, ami meggyőződésünket, ami hitünket, hogyha a másik életében egy negatív dolgot látunk, akkor ne omoljunk össze, és ne kövessük őt esetleg a rossz példájába, vagy ne forduljunk el még
Látva azt a rossz és negatív példát, ne forduljunk el, teszem azt még a jó Istentől is, a másik életét nézve. Egy érdekes kifejezést találhatunk a Szentírásban, a támaszkodik szó. És ezt többféle történetben megtaláltam, többféle igében, és most Ézsaiás könyvéből szeretném felolvasni. Ézsaiás könyve 31. részéből, az első és harmadik verset. Tehát Ézsaiás könyve 31. részének az első és harmadik versét. Ugyanezeket a gondolatokat találhatjuk meg majd a 36. fejezetben is. Itt maga az Isten üzeni ezt a népének, és majd a 36. fejezetben egy ellenséges nép vezére mondja ezt Isten népének. Jaj nékik, akik Egyiptomba mennek segítségért, lovakra támaszkodnak, és a szekerek sokasságában bíznak, és a nagyon erős lovagokban, és nem néznek Izraelnek szentjére, és az Urat nem keresik. Hiszen Egyiptom ember, és nem Isten, és lovai hús, és nem lélek, és ha az Úr kinyújtja kezét, megtántorodik a segítő, és elesik a megsegített, és együtt mind elvesznek. Egy olyan helyzetben mondja ezt Isten az ön népének, amikor az asszír király seregei már Júdába betörnek, és ott vannak Jeruzsálem előtt, és Isten ezt üzeni népének, hogy jaj néktek, ha emberi segítségben bizakodtok. Jaj néktek, ha Egyiptomra támaszkodtok, és itt ugye felsorolja azokat az eszközöket, amik úgymond az emberi erő fitoktatására és egyáltalán a megnyilatkozására valók, a lovak sokassága, szekerek és erős seregek. Azt mondja Isten, hogyha ebben bíztok, és nem Izrael szentjére, és nem az Urat keresitek, akkor megtántorodtok. És a 36. részben még azt is találjuk, hogy az ellenség szint ugyanezt mondja az Izrael népének, Júda népének. És itt még azt a kifejezést is találhatjuk a 36. rész 6. versében, hogy ímé te megtört nátszálban bízol Egyiptomban, melyre aki támaszkodik, tenyerébe megy és átfúrja azt. Milyen különös kifejezés, hogy ennyi lehet egy emberi segítség. Noha tudjuk, hogy helye van az igazi testvéri szeretetnek, annak a megnyilatkozásának, hogy a másiknak segítek, a másik mellett ott vagyok, amikor támaszra és segítségre van szüksége, de mégis erre hívja fel a Szentírás a figyelmünket, hogy soha ne támaszkodjunk Isten helyett emberre, mert akkor az, ahogy olvashattuk, átúrja a tenyerünket, mint egy törött nátszál. Tehát itt most ebből megtanulhattuk azt, hogy feltárult előttünk, hogy ne a másik emberbe bízzunk. Akkor ehelyett bízzunk önmagunkban? Ugye azt is tudjuk, keresztény emberek, hogy nem, ez is helytelen. Tehát az embernek az önmagában való bízása, az nem az igaz út. De önmagunkban való csalódás, azt mégis valahogy nehezebben éljük át. Sokkal hamarabb csalódunk a másik emberben, mint önmagunkban. Miért is? Miért jutunk el nehezen oda, hogy fölismerjük azt, hogy mi önnön magunk okosságába, meglátásába, tiszta lelkűségébe sem bízhatunk, mert mi is, ha önmagunkra építjük fel a meggyőződésünket, a meglátásunkat, akkor csalódhatunk. De hogy miért nem jutunk el ide könnyebben? Ugye, ha ezt átlátta volna, teszem azt Éva is, akkor
jobban bízott volna az Istenbe, jobban ráhagyatkozott volna, és akkor elkerülte volna azt a tiltott fát, amiről az előbb szóltam. Nem jutunk el sajnos ide könnyen, hogy önmagunkban csalódunk, mert azt mondja a Szentírás rólunk, hogy minden útai tiszták az embernek a maga szemei előtt. Tehát ha el is követünk valami rosszat, mégsem tudja velünk a Jóisten hamar megláttatni, mert próbáljuk abból a helyzetből kimosakodni magunkat. Próbálunk a körülményekre hivatkozni, a helyzetre, és nem rögtön szembesülünk azzal, hogy igen, én hibáztam, rosszul döntöttem, nem lett volna szabad, hogy önmagamban bíztak, nekem rögtön ki kellett volna kérnem annak a tanácsát, akiben nem csalatkozhatom. Ugye menetelünk van a romlás útján, Példabeszédek könyvében szintén egy hasonló igét olvashatunk, a 3. rész 5. versében azt mondja Isten, hogy a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Tehát saját magunkra se támaszkodjunk, ahogyan a másik emberre ne, így saját magunkra sem. És sokszor csak kemény csalódások által vagyunk gyógyíthatók, amikor meglátjuk Krisztusra utaltságunkat. Helyzetekben azt éljük meg mi is, amit a Zsoltáros így fejez ki, hogy azt mondtam azért az én jó állapotomban, hogy nem rendülhetek meg. És Isten jó kedvéből erősséget állított fel ellenem, és én megrendülnék. Ezt mondja a Zsoltáros. És ekkor tudott odafordulni az Istenhez, hogy az én Uram irgalmáért könyörgök. Tehát a Jóisten, amikor kisebb buktatókkal nem tud bennünket kigyógyítani önmagunkból, hogy önmagunkat tisztán lássuk, és önmagunk sebezhetőségét, elejthetőségét lássuk, és az Istenre támaszkodjunk, ha ez nem megy könnyen, akkor sajnos keserű csalódások árán tudja ezt csak Isten elvégezni bennünk. És egy ilyen keserű csalódásnak a története, ami mindannyiunk számára nagyon-nagyon jól ismert, a Péter története. Amikor az a valaki, az a mester állt Péter mellett, akiről ő előbb úgy nyilatkozott, amikor a galileai válságkor ugye elhagyják Jézus többen, és ő odafordul a tanítványokhoz, hogy ti is el akartok menni. Akkor hogyan válaszolt Péter, hogy kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. És itt egy nagyon fontos gondolat, hogy mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Ugye nem elég csak azt, hogy elhiggyük. De ő azt is mondta, hogy megismertük. Tehát ők már tapasztalatból tudták, mi az Jézus mellett élni, vele járni, nem csak a szép tanítását hallani, hanem látni akkor, amikor fáradt, amikor a poros úton együtt poroszkál velük, amikor láthatták azt, hogy hogyan viselkedik, hogyan reagálja ő le az állandó a papoknak a cinikusságát, a törbeejtését. Tehát ők látták Jézust a hétköznapokban, és ezért mondhatták azt, hogy mi meg is ismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És akiben már ennyire elmélyül ez a bizonyság, az amikor ott áll Jézus előtt, és az Úr figyelmezteti őt, hogy Péter, veszélyes útszakaszon jársz, nagyon csúszós az az út, nagyon nagy arcraeséssel fog ez végződni, nagy csalódással, mert ti mindnyájan el fogtok engem hagyni, akkor Péter hogy áll oda? Kihúzza magát, és azt mondja, hogy nem. Lehet, hogy ők igen. Lehet, hogy majd mindnyájan elfutnak és megbotránkoznak, de ha mindnyájan is, akkor én akkor sem. És Jézus nyilvánvalóvá teszi számára, hogy Péter, vigyázz, mielőtt a kakas 3-szor fog szólni, te már megtagadsz engem, és mielőtt a kakas megszólal, te 3-szor megtagadsz engem. Ő elutasítja, és azt mondja, hogy ez nem eshetik meg. És mit tehetett volna még érte Jézus?
Tehetett volna többet? Nem. Hagyta tovább menni ezen az úton, hogy saját maga ismerje fel majd azt, hogy mennyire veszélyes minden egyes lépése az embernek, ha az Krisztus nélkül teszi meg. Ugye, megtörtént a keserves csalódása, amikor ténylegesen megszólalt a kakas, ő felkészületlenül ment oda, ő játszott ott egy szerepet, ő visszautasította azt, hogy valaha is ismerte volna ezt a valakit, aki ott a kihallgatás középpontjában van, és csak akkor eszmélt föl, amikor ténylegesen megszólalt a kakas. És azt mondja a Szentírás, hogy keservesen sírva hagyta el azt a helyet. És ha nem lett volna ott az a reménység számára, hogy van lehetőség az újrakezdésre. Ha nem találkozott volna az a két tekintet, a Mester és az ő tekintete, akkor én úgy gondolom, hogy lehet, hogy hasonlóan végezte volna, mint ahogy Júdás. De ő tudta, hogy van újrakezdés, és miután ő csalódott önmagában, már nem volt magabízó, hanem tudta, hogy az ő életét, az ő mesterére kell rábízza. Mert hogy benne nem csalódunk. Hogy rá nyugodtan támaszkodhatunk. Azt mondja Ézsaiás könyve 50. részének a 10. verse, hogy ki féli közületek az Urat, bízzék az Úr nevében, és támaszkodjék Istenhez. És ide én a jegyzetemben beleírtam, hogy ugyanis benne nem csalódhatunk. Vagy mégis? Van úgy, hogy emberek, vagy mi keresztények is azt mondjuk, vagy nem merjük kimondani, nincs hozzá merszünk kimondani, hogy én csalódtam az Istenbe, csak belül érezzük a mi lelkünkben. Hogy csalódunk Istenben, mert áldásaira számítottunk, és helyette csupa nehézségér, próbák sokasága ér bennünket. Vagy azt mondjuk, hogy csalódunk az Istenbe, mert nem tudom megvalósítani terveimet, gondolataimat, mert a Jóisten nem asszisztál hozzá, nem segít ezen az úton előre. Vagy csalódhatunk a lelki életben, mert azt gondoljuk, hogy ez egy egyszerű futam, azt gondoljuk, hogy nagyon szépen kibontakozik majd a lelki életünk, és már nem követünk el semmi bűnt, és gyümölcs termővé válik rögtön a mi életünk, és ehelyett talán azt látjuk, hogy bizony vannak küzdelmeink, vannak nehézségeink, vannak önmagunkban való csalódásaink is. Én itt két példát szeretnék kiemelni a Szentírásból, hogy a tanítványok hogy élték meg a Mesterben való csalódást. Az egyik példa, amikor a vihar a tengeren zajlik, amikor Jézus ott fekszik a fejaljon és kimerültségébe, fáradtságában, nem eszmél rá, hogy a nagy vihar, már a szél dobálja az ő kis csónakjukat, és beesik a víz, a hullámok, és a tanítványok már szinte emberfeletti küzdelmet folytatnak a viharral, a fennmaradással, a megmaradásukért. És a Jézus élete olyan különösen írja, hogy szinte majdnem, hogy elfeledkeztek arról, hogy a Mesterrel együtt vannak egy kis hajóba, egy csónakban, és egy villám megvilágította az ő alvó testhelyzetét, és akkor szólnak oda, kiáltanak Jézushoz, hogy nem törődsz vele, hogy elveszünk. De milyen különös, hogy egy hajóba utaztak menny és fölteremtőjével. Miért fogalmazódhatott meg az ő lelkükbe ez, hogy ők elveszhetnek? Hogy itt a vég, hogy eddig volt és kész. Hogy ez a életüknek a befejezése. Holott hányszor látták Jézust felállni hatalommal és megszaporítani a kenyeret,
Más esetben is hatalommal felállt és parancsolta a vizeknek, és elcsendesedtek. Ugye nem ez az egyedüli vizes, tengeres történet a Szentírásban. Tehát tapasztalatuk volt arról, hogy ki az, aki ott van velük, az ő személyes közegükben, és mégis ez a félelem hatotta, járta át őket. El szeretném tenni már ránk nézve, önmagunkra nézve is a kérdést, hogy mi mennyire vagyunk bizonyosak abban, hogy a mi Urunk és Mesterünk az a valaki, aki fenntartja a mindenséget, aki mindeneket kormányoz, akinél nincsenek véletlenek, aki nem hagy magunkra egy pillanatra sem, akivel kapcsolatban nekünk ugyanolyan bizonyosnak kell lenni a mi hitünknek, hogy egy hajóban utazunk. Noha láthatatlan az ő jelenléte, de a hit az erről szól, hogy én hiszem és bízok benne. Hogyha nem látom, hogy hogyan fordul az én életem, ha nem látom azt, hogy miért van most ez a tengernyi hullámzó hab körülöttem, a próbák és a nehézségek, és nem tudom a kimenekedést, nem látom, hogy hogyan fognak ezek a viharok lecsendesedni. Hisszük-e mi azt, hogy itt van mellettünk a Mester, és pillanat alatt meg tudja oldani a mi életünk nehézségeit és próbáit. Úgy gondolom, hogy erre igazából ennek a tovább gondolására, ami belső szobánkban van szükségünk. Ugye a tanítványok itt is megtapasztalták, hogy Jézus felállt és hatalommal parancsolt. Ugye szólt a tanítványokhoz is, hogy kicsinyhitűek, miért kételkedtek. És látták azt, hogy egy pillanat alatt hogyan csendesedett le minden. De egy másik történet is. Amikor a tanítványok, az Emmaus tanítványok azt fogalmazzák meg, hogy hát ők csalódtak Krisztusban. Csalódtak, mert ők másra számítottak. Ugye itt ez az esemény a feltámadás hajnalának a délutánján zajlik, amikor udvan mennek hazafele Emmausba a tanítványok, és egy idegen, számukra idegen oda csatlakozik hozzájuk, és felteszi a kérdést, hogy miről beszélgettek, miért vagytok annyira szomorúak? És ott visszakérdeznek, hogy csak te vagy itt idegen, aki nem tudod, hogy itt az elmúlt napokban mik zajlottak le Jeruzsálemben. Hogy az, akiben mi hittünk, akire támaszkodtunk, akiről mi azt gondoltuk, hogy ő az. Ezt szeretném is kiemelni, ezt a kifejezést. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. És most oda lettek a reményeink, mert már ugyan harmadnapja meghalt, és eltemettük, és hát az igaz, hogy valami némely asszonyok jöttek, és valami különleges híreket mondtak, hogy mintha feltámadt volna, de milyen érdekes, hogy nem abba kapaszkodtak bele, ami a, úgymond föllobbantotta volna, lángra lobbantotta volna az ő hitüket, hanem abba oda néznek vissza, ami a csalódásukat, a földhöz ragadtságukat erősíti meg, hogy mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani Izraelt, aki királyságra lép majd, aki itt a nép vezetőjeként majd számunkra is egy nyugodtabb életet biztosít, a római igát megtöri. És hát sajnos nem ez zajlott le, és hát mi csalódtunk. És ugye hogyan gyógyítja őket Jézus? Elkezdi bontogatni előttük az igének a magyarázatát, az ószövetségi jövendőléseket, mind feltárja előttük, és lassan, fokról fokra gerjedezik az ő szívük. Minden megértik, hogy tényleg ezeknek mind be kellett teljesednie. És ugye ott az Emmausi otthonban fel is ismerik Jézust, aki áldólaként nyújtja a kezét az ételre, és eltűnik abban a pillanatban. Ugye itt feltehetjük azt a kérdést, hogy mi az, ami kigyógyít bennünket.
az önsajnálatból, mi az, ami kigyógyít bennünket az Istenben való csalódásunkból, amikor mi is valami hasonlót érzünk, hogy hát mi úgy gondoltuk, hogy másképp fog történni, hogy belenyúl az Isten az életünkbe, hogy ezt nem fogja megengedni, hogy így történjen. És helyzetekben megengedi a jó Isten. Megengedi, hogy belemenjünk a küzdelmekben. Megengedi, hogy olyan élethelyzetek bontakozzanak ki körülöttünk, amiben nagyon is felismerjük az Istenre utaltságunkat. És hogy mi ilyenkor a gyógyír számunkra, én itt Illés tapasztalatában találtam meg a gyógyszert. Ugye nem részletezném Illés történetét, tudjuk, hogy egy hatalmas, csodálatos nap után, egy mozgalmas nap után, amikor imádságára tűz száll le az égből, hétszeri imádságára megered az eső. Tehát egy csodálatos tapasztalatokkal teli napja után mégis Illés megfáradva, összetörve fut majd Jézabel haragjától. És ott a Hóreb hegyén az Isten hogyan tanítja őt, hogy ember, hogyan gyógyulhatsz ki az önmagad sebének a nyalogatásából? Hogyan gyógyulhatsz ki abból, amikor azt gondolod, hogy már nem vagyok melletted, hogy csalódsz bennem? Ugye ott elhangzik az a szép gondolat, hogy és bebújva a kősziklába jött a tűz, jött a földindulás, jött a szélvihar, és egyikben sem volt benne. És egy halk és szelíd hang jött, amely megkérdezte őt, hogy mit csinálsz itt Illés. Tehát én ebben a történetben azt a választ kaptam a feltett kérdésre, hogy hogyan gyógyulhatunk ki mi ezt az ilyen lelki kríziseinkből, váltságainkból, hogy ha a Jóisten szeretetét csodáljuk, szemléljük. Ha meglátjuk azt, hogy ő megnyilatkozhatna tűzben és földindulásban is, de ő az ő szeretetéről biztosít bennünket, hogy azzal akar elárasztani bennünket és meggyógyítani minket, hogy ember, vissza akarlak önmagamhoz vezetni, engedd, add át magad a te lényedet, és csak rám támaszkodjál, ne magadra, ne a másik emberbe, rám támaszkodhatsz, mert ez egy biztos támasz, nem fogja átszúrni a te tenyeredet. És végül még egy kérdést szeretnék feltenni, hogy ugye ezt próbáltuk végignézni, hogy mi csalódunk-e. És itt az utolsó kérdésünk az, hogy Isten csalódik-e bennünk. És hogy hogyan, miben, miért, és fáj-e neki az, ha csalódnia kell mi bennünk. És itt a Getsemáné kerti történetet szeretném kiemelni. Ugye elhagyja Jézus a tanítványaival együtt az utolsó vacsora helyszínét, és a Getsemáné kertjébe mennek. A Jézus élete nagyon szépen részleteiben tárja fel előttünk ezt az eseményt. Látják a tanítványok, hogy valami nagyon nagy súllyal nehezedik Jézusra, nem tudják, hogy mi az a lelki teher, valami alatt roskadozik, már-már fizikai értelemben is. És odaérve, a Getsemáné kertjébe érve, maga Jézus az, aki megkéri a tanítványokat, hogy maradjatok velem, szükségem van rátok. Maradjatok és imádkozzatok velem, értem. És egy picit pár méterrel odébb megy Jézus, és ahogy olvashatjuk, hogy vérverejtékes küzdelmet vív. Azért, hogy miért? Hogy kivívja utánunk, kiígya utána a keserű poharat értünk. Ugye nyilvánvalóvá válik a Bibliából és a Jézus életét, ha összetesszük ezeknek a tanításait, magyarázatát, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy nem a kereszten dőlt el az, hogy Jézus véghez viszi értünk az ő áldozatát, a legvégsőbbig, hanem az itt dőlt el a Getsemáné kertjében. Ezt a helyszínt elhagyva Jézus már nyílegyenest halad az ő kivégzésének a helyéig, és már nem inog meg.
Ez volt az a hely, ahol neki szüksége volt arra, hogy a mennyei atya szeretetében megerősödjön. Noha itt már a helyettes áldozat szerepét vette át, innentől kezdve egyre inkább nehezedett rá a bűnünk súlya. Hát azt mondhatjuk, hogy hatalmas volt a tét. A tanítványok ezt nem értették meg. Én úgy gondolom, hogy utólag beleremeghetett a lelkük abba, hogyha ezt feltárult előttük, és megértették, hogy mi lehetett volna. Mi lehetett volna, ha Jézus azt mondja, hogy ilyen emberekért, akiket kérem, hogy maradjanak velem, és imádkozzanak. És ugye mi történt? Visszatért, és aludva találta a tanítványokat. És újra kéri őket, és visszamegy megint imádkozni, és újra a tanítványokhoz térve, hogy talán kap tőlük egy vigasztaló, bátorító szót, egy biztatást, egy olyan tekintetet, hogy itt vagyunk, Mester, nem tudjuk átvenni a küzdelmedet, nem érezzük át, de itt vagyunk melletted, szeretünk. Hát semmit nem kapott Jézus a tanítványoktól, semmit. Itt nem is szeretnék még visszanyúlni azokhoz az eseményekhez, hogy hogyan gondolkodtak a tanítványok arról, hogy hát azt a nárdust is el kellene adni, és tényleg szétosztani a szegényeknek. Tehát amikor Jézus felé mindenhonnan ezek az információk, ezek az érzések jöttek, hogy nem értékeljük az áldozatodat, nem fogjuk fel, nem tudunk vele mit kezdeni, akkor milyen hatalmas volt a tét arra nézve, hogy azt mondja, hogy igen, megpróbáltam, mindent megtettem, de én az ilyen embereket magára adom. Nincs értelme a megváltásnak, nincs értelme, hogy még azokat az utolsó cseppeket is kiígyam a keserű pohárból. Tehát keserű érzés volt Jézus számára, hogy nem tudtak a tanítványok vele vigyázni egy óráig sem. És ugye ez volt a kérdés, hogy Isten csalódik-e bennünk? Csalódik-e a mi lelki életünkben? Csalódik-e, amikor látja azt, hogy mi is hányszor fogadkozunk? Csalódik-e, amikor látja azt, hogy nekünk olyan jó elfogadni az ő szeretetét, olyan jó elfogadni az áldásokat? Tegnap este otthon pont a gyerekekkel a 10 leprásnak a meggyógyításáról olvastunk otthon. Ugye milyen csodálatos volt megtapasztalni a gyógyítást, és utána egy ment vissza hálát adni. Hányszor csalódhat a Jóisten bennünk, amikor azt látja, hogy még mindig jéghideg a mi szívünk, még nem érte dobog, még nem tudtuk átadni az életünket teljesen neki. Hogy nem rezonáljuk vissza azt a szeretetet hálával és jósággal, és mondjuk azt, hogy igen, Uram, egy értelme van az életünknek, az, hogy mi téged tükrözünk vissza, és ugye mi nem vagyunk veled fizikai kontaktusban, akkor körülöttünk élőkre árasszuk azt a szeretetet, amit tőled kapunk. Hát adja a Jóisten nekünk, hogy mi ezt tanulgassuk. És ugye kegyelem az, hogy amikor az Úr csalódik bennünk, akkor nem olyan fejbe verősen hozza ezt a tudomásunkra. A Jelenések könyvében azt olvashatjuk ott a gyülekezeti leveleknél, hogy föltárja a mi hiányosságunkat, megmutatja a mi bűnünket, de szóvá teszi azt, ami pici jó van már az életünkben. Tehát mekkora kegyelem, hogy a Jóisten így erősít minket, hogy igen, ha valami pici elmozdult az életedben, akkor én arra építek, azt szeretném tovább vinni, hogy fejlődj benne, hogy növekedj, hogy rám bízd az életedet, és rám támaszkodjál. Ugye a Szentírásban olvasunk sokat arról, sok ígében, hogy milyen csalódásoknak leszünk kitéve az utolsó napokban. Ahhoz, hogy majd akkor meg tudjunk állni, Isten fokozatosan már most tisztogatja az ő népét, tisztogat bennünket, és arra akar elvezetni minket, hogy senkire ne támaszkodjunk, senkiben ne bízzunk,
mert menthetetlenül elveszünk. Jákob nyomorúságos éjszakáját csak úgy tudjuk majd átélni, hogyha mi megtanultunk most a hétköznapjainkban Istenben bízni, rátámaszkodni. És befejezésül Jeremiás könyvéből szeretnék egy igét olvasni. Jeremiás könyve 17. részének a 8. versét. És már a 7. versét is. Áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, és akinek bizodalma az Úr. Mert olyanná lesz, mint a víz mellé ültetett fa, mely a folyó felé bocsátja gyökereit, és nem fél, ha hőség következik, és a levele zöld marad, és a száraz esztendőben nem retteg, sem a gyümölcsözéstől meg nem szűnik. Ebben a fejezetben előbb pár verssel arról beszél, hogy átkozott az a férfi, aki emberben bízik, aki testbe helyezi erejét, és most ezzel szembeállítva azt mondja, viszont áldott az a férfi, aki Istenben bízik. És nagyon szép ez a természeti kép, hogy olyan az az ember, mint az a fa, ami a folyóvíz mellett van. Ugye lehet, hogyha járunk egy idegen helyen, ahol nem ismerjük a területet, a közeget, a természeti adottságokat, de látunk egy dúsabb, gazdagabb, zöldebb sávot, és látunk ott esetleg sok fát, akkor tudomást szerezhetünk arról, hogy ott valószínűleg egy kis patakmeder van, vagy egy kis folyam, ahonnan, ami élteti azokat a növényeket, és azért olyan gyönyörű zöld. És itt nekünk is ez a természeti kép azt akarja tudomásunkra hozni, hogy egyrészt, hogy száraz esztendőben tűnik ki, hogy tényleg a folyóvíz felé bocsátottuk-e a gyökereinket, mert úgy még evickélünk, ha csak kisebb nehézségeink vannak, kisebb küzdelmeink vannak. Akkor még úgy, ahogy megélünk. De aztán, hogyha a nagy szárazság jön, ha sok küzdelem jön és nagy próbák jönnek, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a gyökerünk tényleg az Istenben van-e mélyen elrejtve. Segítsen Isten minket, hogy egyre inkább megtanuljuk ezt tapasztalatból, hogy mi ez vele így járni, ilyen közösségben élni. Tényleg most is már visszatükrözzük az ő szeretetét és jóságát, és hogy majd a próbák nehéz tüzében is meg tudjunk állni, amit vele vetett hitünkkel.